Köszöntöm a Bicskei Televízió nézőit, Önök hírmagazinunkat, a Bicskei Galériát látják. Mai adásunkban megmutatjuk városunk ünnepi díszkivilágítását, találkozunk a Mikulással, és az is kiderül, hogyan készül az ünnepekre egy pékség. Tartsanak velünk! Ünnepi fényekben úszik a város, az egyes számú főúton Bicske angyala üdvözli az érkezőket, de fényfüzérek borítják a Hősök terét is. Bicske idei karácsonyfája a Kőrösi utcából, Németh Gáborék udvaráról érkezett a városközpontba. Ünnepi díszbe öltözik a város, kigyulladnak a karácsonyi fények, ragyognak Bicske ablakai. Az egyes számú főúton Bicske angyala üdvözli az érkezőket, a mosolygós angyalka szíve Bicskeért dobog. A karácsonyt váró időszakra a település frekventált pontjai öltöznek fényárba, még szebbé, meghittebbé téve a várakozást. A régi díszek mellett újakat is kihelyezett az önkormányzat. A település vezetői minden évszakban odafigyelnek a város arculatára, egész évben fontos, hogy a városban élők és a Bicskére látogatók milyen képet, emlékeket őriznek, visznek magukkal a településről. Advent időszakában Bicskéhez hasonlóan az ország szinte minden települése ünnepi fénybe öltözik, ami nem csak az önkormányzatoknak, de a polgároknak is köszönhető. Az ünnephez szorosan hozzátartozik a fény, amit a közös adventi gyertyagyújtások alkalmával is kihangsúlyoznak a szónokok. A sötét téli estéken, az ablakok fényei mellett a díszek világítása is ünnepivé teszi városunkat. A Hősök terét is fényfüzérek borítják, és a katolikus templom oldalában is áll már a városi karácsonyfa. A fenyő több mint 15 évet állt egy helyi lakos Kőrösi utcai udvarán, aki két fát is felajánlott a városnak. Két fát adtam, az egyet egyiket az önkormányzatnak, a másikat a kettes számú iskolának, és én még nem láttam, de majd be fogok menni, és megnézem őket. December 1-től naponta a város különböző pontjain nyílnak az adventi ablakok, és szintén 24 számozott fényes ablak díszíti a polgármesteri hivatalt is. A hivatal előtt az általános iskolás diákok faragásai sorakoznak. A Prohászka utcai kandellábereket kópiaik fényei színesítik. Losonci utcában páratlan látvány tárul elénk. A német család három generációs családi házát égősorok és szobrok sokasága díszíti. 20 éve már ezt csináljuk, ez egy régi hagyomány nálunk most már. Ugye ez a családi stílus volt, mi találtuk ki ezt, hogy hát fel kéne díszíteni. Ugye voltak olyan alkalmak, hogy Amerikában ugye a filmekben láttuk, hogy milyen egy ilyen feldíszítés, és ugye ehhez egy ilyen kis ötletet kaptunk. És akkor ugye elkezdtük ugye a családdal megbeszélni, hogy hát egy picit jó lenne ezeket csinálgatni, és ugye a 15 év alatt jutottunk el, 20 év alatt körülbelül, hogy ilyen lett, ilyen állapotban, amit most látunk. Ami hozzáfűzhető most, ami jelenleg, ugye ez egy picit kiugrik a helyből, itt a jászolt, benne a figurák, amit Hollandiából hoztunk, mert csak ott tudtunk ezt beszerezni, hozzá a rénszarvasok ugye a szánkóval és a télapóval, amit Budapestről hoztunk be, az is ugye már 15 éve körülbelül, hogy már itt van nálunk, és ugye évről évre ugye mindig egy kicsikét hozzátettünk, amit ugye a látogatók, mert nagyon sok látogatóink is vannak, szokták már mondani, hogy hát ez is új, az is új, tehát ez látszik rajta, hogy ugye aki sokat jár ide minden évben, az lássa azt, hogy milyen újítások jönnek. Tavaly előtt csináltuk meg a bejáratot is, amiből ugye szintén ugyanúgy a család csinálta ezt az egész lehetőségeket. Ugye maga a díszeket, azokat mi csináljuk, tehát világítást megveszünk hozzá, maga a figurákat, azokat mi heggesszük meg, és így, ahogy látszik ez az egész, ez körülbelül nekünk most már olyan, hát merem mondani, hogy 2,5 hét, mire ez elkészül. Az ünnepi fények vízkeresztig biztosítják a városban az ünnepi hangulatot. Nincs karácsony beigli nélkül. Az ünnepi készülődés természetesen a pékségeket sem kerülheti el. A pékek próbasütésekkel és kóstolásokkal is igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a vásárlók minél finomabb harapnivalókat kóstolhassanak decemberben. A
December közelettével sokan elkezdik az ünnepekre való felkészülést. Nincs ez másként egy helyi pékselyben sem. Az ünnepi hangulat érezhetően erősödik, ahogy közeledünk egyik legnagyobb keresztény ünnepünkhöz, a karácsonyhoz. Az üzletek advent első vasárnapját már feldíszítve várják, és a szolgáltatók, kereskedők is elkezdenek ráhangolódni az előttük álló hetekre. Egy helyi pékségben és a karácsonyi időszakról való felkészülés az ünnepi termékválaszték kialakításával kezdődik. Rengeteg süteményrecept és ötlet közül sosem könnyű kiválasztani azokat a termékeket, amivel a vásárlók találkoznak majd decemberben a boltokban. A pékek is próbasütésekkel és kóstolásokkal igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a sütemények minden szempontból kiválóak legyenek. A pékségek illetében az ünnepek mindig is kiemelt fontossággal bírtak, ilyenkor egy kicsit mindig feje tetejére áll az üzem, a hagyományos termékek mellett ilyenkor előjönnek a szezonális termékek, nálunk jellemzően ez a beigli, illetve a habkarika. De idén készültünk egy kis meglepetéssel, kértünk egy külső céget, hogy jöjjenek és mutassák meg az ő termékeiket, segítsenek beállítani a legmegfelelőbb, a legjobb recepteket, ez látható itt a háttérben. A vásárlók hamarosan megismerhetik, megkóstolhatják az ünnepi mákos vagy diós beiglit. A beigli egy igazi hungarikum, de mitől is tradicionális? Jelenleg diós, illetve mákos beiglit készítünk a hagyományos eljárás napján. Tehát a lényege az, hogy a dió, illetve a máktartalom, illetve a töltelék és a tészta arány az egy meghatározott útmutatás alapján, az élelmiszerkönyv alapján van meghatározva, illetve ez alapján ugye a termékek elkészítve. Ez azt jelenti, hogy a tészta a tölteléke számítva 1-1, tehát ugyanannyi mennyiség a töltelék, mint a tészta aránya, és azon kívül is a nevet adó dió, illetve jelen esetben mák is 40% a tölteléken belül. Ettől különleges, illetve ettől tradicionális a beigli, amit most készítünk. Nincs karácsony beigli nélkül. A karácsonyi vacsora nélkülözhetetlen kelléke. Azonban a töltött káposzta és az egyik legkedveltebb nemzeti ételünk szinte állandó szereplője az ünnepi menünek. A főétel mellé szinte mindenki kenyeret fogyaszt. Mint minden ünnepnek, így a karácsonynak is megvannak a tipikus láger termékei. Leginkább tapasztalataink szerint a kilós kenyeret, kovászos kenyeret, burgonyás kenyeret viszik, ez az egyik legkedveltebb, illetve hát egyetlen egy karácsonyi asztalról sem hiányozhat egy jó kiló kenyér. Illetve, ami még sláger termék, ugye az említett beigli, illetve különböző rétesek, jön a család, jön a vendégsereg, akkor valami finomat lehessen adni a népnek. Pékség részéről a segítségnyújtás, az adakozás mindennapos. Nem hangoztatják ugyan, de a megmaradt péksütemények, amellett, hogy a dolgozóinak adják, rászorulóknak ajánlják fel. A cégünk is tervezi, mint minden évben, hogy rászoruló családoknak egy-egy adománycsomagot összekészítünk. Erről egyelőre többet nem szeretnék beszélni, annyi, hogy ne legyenek meglepődve, hogyha egy-egy szeretett csomagot találnak majd az ajtajuk előtt. Áldott adventi készülődést és kellemes karácsony ünnepeket kívánunk mindenkinek. Kétszer is járt a Mikulás Bicskén, szombat délután és vasárnap délelőtt is ellátogatott a nagyszakállú városunkba, hintóval és kis vonattal is. Kétnapos Mikulás ünnep volt a hétvégén Bicskén, házhoz mentek a Mikulások. Csillogó szemű gyermekek várták december 5-én, szombat délután a művelődési ház elé érkező Mikulást, aki hintón gördült az intézmény elé. Az északi hegyvidékről érkező Mikulás bicskei lovasudvarban pihent egy kis időt, a fáradt rénszarvasokat és szányát lovakra és hintóra váltotta. Nagyszakállú Mikulás itt lakik közöttünk, pontosabban ott lakozik mindnyájunkban, akik számára fontos az ajándékozás örömege, és melegséggel tölt el az a sok pici csillogó szempár. Az első négy lovas fogatott maga Mikulás, Vida József személyében magyar válogatott fogathajtó hajtotta, mögötte Krampuszai utaztak.
Hangsúlyozta, hogy megnézi az egész várost, merre is laknak a jó gyerekek. Mikulás bácsi, most itt már hagyományosnak mondható a dolog. Mit akar ez a mai nap? Örömet, boldogságot, egy kis kiruccanást gyerekeknek, látnivalót. Sajnos ugye nem tudunk házhoz menni a vírus miatt, de ellátogatunk mindenkihez. Látom, két fogattal készültetek és tele vannak a krampuszok, segítőid vannak. Krampusz van, idén sok krampusz van. Sok ajándékot is hoztál. Remélem, mindenkinek jól fog tenni a kis ajándékunk, és örülni fognak a gyerekek. A piros sapkát viselő versenyteli vérek is izgatottan, kopogó patkókkal várták az indulást. A fényárban úszó, két zenélő vadászhintó ellenkező irányba indult. A teleptől Kertvárosig járták az utcákat, közben a krampuszok és a manók szaloncukrokat ajándékoztak a gyermekeknek. Vasárnap kora reggel Bálint Istváné polgármester asszony indította útnak a Mikulás vonatokat, hogy valamennyi gyermekhez eljussanak egy kis figyelmességgel. Idén a Mikulásnak is kerülnie kellett a személyes találkozósokat, de megdicsérte a gyerekeket mindazért a szépért és jóért, mint az elmúlt években tettek. Egy rendkívüli helyzet van az idén, ugye ezt már több alkalommal elmondtam a beszélgetéseink kapcsán. Sajnos a gyerekek nem tudtak ellátogatni a Mikulás házba, amit én megtettem tegnap este, beszéltem a Mikulással, és ma mielőtt visszaindulna az északi sarkra, úgy döntött, hogy még megy egy kört a városba, még megpróbál egy picit, egy villanás erejéig találkozni a gyerekekkel, úgyhogy ennek az előkészülete volt manókkal, krampuszokkal, télanyóval, segítőkkel, úgyhogy hamarosan elindul útjára a Mikulás vonat, és még egyszer beköszön a gyerekeknek. Az egész város bejáró dottón, illetve autókon utazó Mikulásnak és segédeinek szinte minden házból integettek a gyerekek. Nem érkeztek senkihez üres kézzel, egy hatalmas zsák, összesen 70 kg szaloncukrot hoztak a bicskei gyerekeknek. Kerítésre, postaládákra piros szalag, vagy az ablakba piros papírcsizma került. Így jelezték a lurkok, hogy nagyon várják a meglepetést. Vida József közkívánatra vasárnap este is csatlakozott négyes fogatával a Bálint Istvánné polgármester és az önkormányzat által szervezett Mikulás naphoz. A nagy sikerre tekintettel jövőre is megismétlik lovas, vonatos ajándékozás. A koronavírus járvány miatt idén a gyerekek nem látogathattak el a Mikulás házába. Üzeneteiket és rajzaikat Bálint Istvánné polgármester vitte el a nagyszakálluhoz. Szánon jött. A hegyeken fenyők búcsúztatták. Zsákját, tükrös hegyi tón vízilányok varták. Medvék mézet gyűjtöttek nyár derekán néki, s egy kosárban áfonyát küldött az ősznéni. Piros szemű mókusok mogyorója csörren, s megcsendül a kicsi szán csengője a csöndben. Itt van már az udvaron, toporog a hóban, teli zsákja a tiéd, dúskálhatsz a jóban. Ki ő? A Mikulás. A gyerekek legnagyobb örömére egy hétre beköltözött a Mikulás házzá alakított kultúrkúriába. Idén sajnos nem fogadhat látogatókat, de hogy nem múljon el az ünnep nélküle, a kulcsukon bárki bepillanthat. Láthatják, hogy dolgozó szobájában várja a gyerekek kívánságait, olvassa leveleiket. Szól a csengő, hol le anyó ajtót nyit. Ki érkezik? A város polgármestere jött, aki személyesen hozta a bicskei gyermekek ajándékait és kívánságait. Te vagy az Andi néni! Így van. Úgy van, ennek a gyönyörű kis városnak te vagy a polgármestere. Emlékszel? Jól tudod. Jaj, de jó, hogy meglátogattál minket. Mi jót hoztál? De én eljöttem hozzád, mert ugye a mostani helyzetben sajnos elmondtuk a gyerekeknek, hogy sajnos csak én jöhetek el hozzád.
De viszont a gyerekek készültek, szerettek volna veled találkozni az idén is, szerették volna neked átadni azt, amit ők készítettek, amit neked írtak, szerették volna eljutatni hozzád, ezért én úgy döntöttem, hogy a gyerekek kéréseinek elegetével én ma eljövök hozzád, és megbeszéljük, hogy hogy is alakul az idén ez a december 6-a. Idén is várnak ebben a sok nagy bajban. Úgy örülök, olyan boldoggá tettél. Igaz, Holle anya, úgy örülünk, hogy ebben a sok-sok probléma között is a gyerekek ugyanúgy várnak minket. De mi is készülünk, gyerekek, mi is készülünk. Nyugodjatok meg, mert a Manóig dolgoztak hónapokig, és meg lesznek azok az ajándékok a jó gyerekeknek is, és a figyelmeztetések a kevésbé jó gyerekeknek is, illetve a jó gyerekeknek, meg a hutu gyerekeknek. Na, ez így van, rendjén. Meg nagyon örülünk, Mikulás bácsi, hogy ti ilyen nagyon felkészültek vagytok. Ez az első kosár, és meg is van. Színezze, hogy kiktől kaptam. Hát nézem, mert remélem jó szemek. Csoki. Jaj, az lenne, csokit az sokat fogok. Csokonai Vitéz Mihály általános iskola 4. C osztálya küldte nekem ezeket az ajándékokat. Bizony, jaj, de nagyon köszönöm. Ó, ezt nézd, Holle anyu, milyen szépséges dolgokat csináltak nekem. Olyan, nézd, aranyosak. Ez a te munkád, ugye, a hópihe, a hópehely. És itt van egy kis levélke is, ha jól látom. Mikulás, sok kisgyermek vár. December 6-án lesz a jó, amikor bekopogsz majd az ablakon. A jó gyerekek téged várnak már. Sok ajándékkal telik meg a zsák, egész este fönt maradok, hogy meglássalak az ablakon. Szeretnélek látni ám, jaj, de aranyosak ez a Robi, a Krisztián és a Vince Vajk. Török Robi, Rafael Krisztián és Kollár Vince Vajk ezt a kis verset költötte nekem. Nagyon köszönöm, gyerekek, menni fogok. Mikulás megígérte, hogy idén is minden bicskei gyermekhez eljut. Sajnos idáig elég kellemetlen a meglepetés, ugye, hogy nem találkozhatunk személyesen itt a házamba, de ígérem, hogy mindenkihez, aki vár, el fogok jutni. Nyugodtan készítsétek a kis sütit, a kis tejecskét, ott leszek, mászok a kéményekbe, amennyire engedi az öreg csontjaim, vagy az ablakba kitett csizmáskákba, bakancsocskákba beleteszem én azokat a csomagokat idén is. Várjatok engem szeretettel! Idén polgármester asszony érkezett elsőként a Mikuláshoz, és hozta a gyermekek jó kívánságait. A kérdések is érdekesek voltak, a helyzet is érdekes, de én úgy gondolom, hogy ha ilyen jóra való Mikulása van a gyerekeknek, akkor nagyon sok minden kívánság teljesülni fog. Úgy gondoltam, hogy azért kell eljönni a Mikulás bácsihoz, hogy itt a jelenlegi helyzet okán biztos, hogy eljussanak a kívánságok és a kérelmek. Én nagyon bízom benne, hogy a gyerekek majd boldogan bontogatják a nekik szánt ajándékokat, és boldogság költözik majd a pici szívükbe. Hát, kedves Holle anyu, hoztál nekünk valami szép mesét? Hát természetesen hoztam Holle anyuktól mesét, de hoztam egy gyönyörű hógömböt is. Jaj, de szép! Kit látsz benne? Ó, hát ez te vagy! Bizonyám, ez pontosan egy évvel ezelőtt készült, amikor megnyílott a Mikulásház, amikor itt együtt fogadtuk a gyerekeket. Emlékszel, de jó volt. Ó, de szép volt. Jaj, de sokan voltak. És fönt Hollányom meseszobájában. Jaj, olyan gyönyörűeket meséltünk. De hát sajnos most nem jöhetnek a gyerekek, de mesét hoztam. Csak annyira furcsa ez a világ. Képzeld el, amikor indultam, hogy jövök, hogy végre újra találkozunk, akkor a kapuban, amint átléptem ebbe a világba, azonnal kaptam egy maszkot. Azt mondták, ezt mindig hordanom kell, valami vírus miatt. Ne is mondd,
én is így vagyok. Még szerencse, hogy a rénszarvasaimat nem kellett maszkkal ellátnom. Itt viszont meg tudjuk tartani azt a távolságot, ami talán biztonságos, ahogy mondták. De dolgozunk rajta, ígérem, le fogjuk gyűrni ezt a vírust. Úgy legyen. Képzeld el, hogy az a mese, amit hoztam, nagyon-nagyon régen játszódik. Egy nagyon régi történet, nagyon távoli időben, és akkor nagyon nagy volt az ínség. Ínség. Szegénység? Igen, szegénység volt, de ahol nem volt szegénység, ott is nem lehetett mindent megvásárolni a boltokba, nem lehetett teljesíteni a gyerekek kívánságait. Nem lehetett online megrendelni az ajándékot még. Mindenki, amit tudott, abból adott. Igen, és képzeld el, hogy boldogok voltak az emberek. Akkor is volt Mikulás, volt karácsony, és voltak gyönyörű adventi koszorúk, dióval, almával, mintha valami szaloncukorfőzős illat is itt terjengene. Emlékszel? Igen. Hú, azok a mézes sütemények puszedlik. Most is érzem még az illatukat. No, ebből a korból hoztam a mesét. A mese négy égő gyertyáról szól. A mese címe is ez, a négy égő gyertya meséje. Négy gyertya égett az adventi koszorúban. Olyan csend volt, hogy hallani lehet, amit a gyertyák beszéltek. Az első gyertya megpislant, és elkezdte. A nevem béke. Az én lángom világít, de az emberek nem tartják be a békét. És a lángja pislákolni kezdett, és végül kiadott. A második gyertya rákezdte ekkor, a nevem hit. De az emberek nem akarnak tudomást szerezni semmiről, úgyhogy hiába világítok én is. Húzat támadt ekkor, s a gyertya lángja elaludt. A harmadik gyertya szomorúan és csendesen kezdte rá. Az én nevem szeretet. Már nincs értelme, hogy világítsak. Az emberek félretolnak és elfelejtenek. És a lángja sisteregve kialudt. Egy kisfiú lépett be a szobába, ránézett a gyertyánkra, és így kiáltott. Nektek égni kell! És majdnem sírva fakadt. És ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj! Ameddig én égek, mindig van remény. A nevem Remény. És a kisfiú a remény lángjával meggyújtotta először a béke, aztán a hit és a szeretet gyertyáját. Így a négy lángot a békéért, a hitért, a szeretetért és a reményért őrizni kell. Mindörökre. Mit várhatnak a gyerekek? Remélem, hogy havat várhatnak, hiszen Holle anyóhoz mindig a hó, a szánkózás, a téli örömök érzése kötődik a gyerekeknek, illetve hát nagyon sokan tudják már, hogy Holle anyó néha a könyvtárban is megtalálható. Én egész évben vártam arra, hogy ismét találkozhatunk a gyerekekkel, hogy Liptákné Mariannak ezt a gyönyörű ruháját ismét magamra öthetem. Örülök neki, hogyha tévéképernyőjén keresztül köszönhetem a gyerekeket, és talán ezzel is egy picikét örömet tudunk mindenkinek okozni.
Mikulás gyorsan eljő, feje felett nagy hófelhő. Rénszarvasok húzzák szánját, hócsipkézi a bundáját. Kövér puttony van a vállán, hópia ül a szakállán. Mikor hozzád megérkezik, cipőd sok-sok jóval telik. Hullahó nézd odakint, a Mikulás néked int. Ne feledd, jövőre, újra, ugyanit. A járványhelyzet bizony kellemetlen érzéseket is kelthet bennünk, a szorongás pedig hamar bekúszik a mindennapjainkba. Sajnos ez nem csak a felnőtteknél, hanem a gyermekeknél is okozhat problémákat. Erről dr. Rónáné Falus Júlia pszichológust kérdeztük. Hát sajnos egyre negatívabbak vagyunk, úgy látom megint ebben a második hullámnak nevezett időszakban, és ugye szorongunk is. Most beszéljünk főként a gyermekekről elsősorban, mert ugye ők alapjáraton is szoktak szorongani, de hogy ez a fajta szorongás, ez más? Igen, én azt gondolom, hogy más, mint ami normál helyzetben elő szokott fordulni. Ma hallottam egy fogalmat erről a jelenségről, úgy hívják, hogy pandémiás fáradtság, ami a szülőkön, felnőtteken, pedagógusokon, gyerekeken egyaránt megnyilvánul. Tehát amit szoktunk mondani, hogy látjuk már az alagút végét, meg ott van a világosság, már jön a vakcina, és sikerül túlvészelni, elbizonytalanodtak ezekben a hírekben az emberek. Tehát mindenki azt mondja, nem biztos, hogy az az én fényem, nem biztos, hogy az én alagutam. És ez az akut stressz, amit most felnőttként nagyon sokan megélünk, ez nagyon átvetül a gyerekekre és a gyerekek viselkedésére, érzelmi életére egyaránt. Igen, és ezt mindig kiemeled, hogy mekkora a szülői felelősség ilyenkor, és főleg ebben a helyzetben. Igen, hát a gyerekek nagyon sok mindent éreznek, erről szoktunk beszélni, amiről a felnőttek nem gondolják azt, hogy ez nyilvánvaló lenne. De mégis valami olyan receptoruk, olyan érzékelő szervük van már a kicsiknek is, amivel ezeket a feszültségeket megélik, nem beszélve az óvodásokról, iskolásokról, akik még jobban lekódolják azokat a dolgokat, amik a otthonukban történik. És ezek a szorongásokkal, ezekkel a viselkedési megnyilvánulásokkal visszatükrözik azt az érzelmi állapotot, ami egy ilyen intimebb családi közösségben körbeveszi őket. Mit okozhat ez maradandóan, hogyha mondjuk nem foglalkozunk vele? Hát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy ez egy krízis helyzet mindannyiunknak. Tehát rendkívül sok a bizonytalanság, rendkívül sok a kapaszkodó nélküli helyzet, ami korábban megvolt. Nem úgy tervezhető az életünk, ahogy korábban. Sokan azt mondják, hogy szeretnék visszakapni a régi életüket. És hát erről épp a napokban a Csernus doktor beszélt, hogy hát azt sose fogjuk már visszakapni, hiszen korábban se kaptuk vissza. Azzal kellene élni, ami jelen pillanatban, a mostban van. Na most, hogy ez mit okoz a későbbiekben, tehát ennek a hatása, ez hát egy kicsit megjósolhatatlan még, mint ahogy a kríziseknek a feldolgozása is kinél-kinél másképp zajlik. Tehát egy családi krízis, múltkor beszéltünk a gyászról, a gyásznak a feldolgozása, egy közösségi trauma feldolgozása, ez mind-mind vélhetően egy maradandó élmény lesz a gyerekek számára is, meg a felnőttek számára is az elkövetkezendőkben. Mi az, amit ajánlasz, hogy tegyünk? Én amit mindig szoktam mondani, már a legelején mondtam, korábban még márciusban beszélgettünk. Igen. Erről, hogy a híreket meg kellene szűrni.
Tehát, hogy nagyon már akkor látszott, hogy vannak emberek, akik hírfüggővé váltak. Gyakorlatilag habzsolják a negatív híreket, gyakorlatilag minden olyan információt begyűjtenek, amivel nem is veszik észre, de saját lelki, mentális egészségüket rombolják. Tehát amit én szoktam mondani, meg amit én magam is betartok, hogy egy nap egyszer olvassak el híradást. Ha én borzongok, meg ledönt, meg depressziós leszek, meg szorongó a számoktól, ahol ugye elsősorban a halálozási számok, a kórházi számok, a megbetegedések száma van kihangsúlyozva, akkor nem tudom magam fölépíteni igazán. Tehát, hogy el kell választani azt, hogy mi az, ami számomra beépíthető, mi az, ami a lelki egészségemet megvédi, ez egy én védő funkció, és mi az, amit ne. Tehát ez az egyik fontos dolog, hogy a híreket szelektáljuk, és a gyerekeket is tanítsuk meg arra, hogy a híreket szelektálja. Tehát a kamaszoknál látható az, hogy nagyon eltorzul ez a kép. Tehát nagyon elkezdik fejtegetni, egymást ijeszgetni, egymást piszkálni, bántani, provokálni ezekkel a dolgokkal. Megint a szülői felelősség az, hogy leülni, beszélni velük ezekről. És ugye a gyerekeknél ez okozhatja, ugye gondolom, a kiközösítést is. Igen, lehet, hogy... igen. Nagyon, ahogy a gyerekeknél, ugyanúgy a felnőtteknél is. Tehát ez egy olyan furcsa helyzetet teremtett elő, magánrendelésemre járnak gyerekek, akiknél nagyon soknál ilyen pszichoszomatikus zavarokat okoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon várták már az iskolát, hogy mehessenek, hogy újra találkozzanak a gyerekekkel, és hát most már minden más. Nagyon nehéz helyzet ugye az első osztályosoknál, hogy nem is látják egymás arcát. Tehát abba belegondolni, hogy ott vannak ezek a kicsi gyerekek, akiket nem kísérhet be anyu, apu. Igen. Az iskolában nem mutathatja meg, hogy a padba hol ül, ami azért az első fél évben rugalmasan azért szokott működni az iskolánkban, hanem a szülőnek kint kell maradnia. Az óvónőkkel nem találkozik a szülő. Facebook csoportokon itt-ottamot beszélgetnek. Most ez nagyon sok szorongást, feszültséget okoz nyilván még inkább a gyerekekben, és ezek jelennek meg ilyen pszichoszomatikus tünetekben, hogy rosszul lét, hogy fejfájás, ezek mind ilyen elkerülő reakciók, hogy ne kelljen ott lenni, vagy figyelemfelkeltő reakciók. Ugyanakkor a háttérben, ahogy mondtam, hogy a rendelésemen megfordulnak ezek a gyerekek, és kiderül az, hogy nagyon sokszor megjelenik ma már az iskolában az is, hogy ne menj hozzá közel, ő biztos covidos. Elköhinti magát a gyerek, azt mondják, fúj, te covidos, takarodj innen. Tehát ezek nagyon, nagyon nehéz dolgok, és nagyon nehezen érthető és feldolgozható a gyerekek számára. Akár az, hogyha van egy másfajta tünetképződése, akár ez. De hát igen, tehát a felnőtteknél is így van. Tehát ismerős mesélni nekem, hogy gyakorlatilag félt visszamenni a munkahelyére dolgozni. Ugyan volt már negatív teszt eredménye, de mégis úgy érezte, hogy úgy néznek rá, ahogy régen mondták, és aztán ugye a közbeszédbe bekerült, mint a leprásra. Igen. Nehéz ez a dolog. Valószínűleg sokkal több pozitív történetet kellene behozni az életünkbe. Tehát sokkal több olyan dolog is van a hírekben például, más jellegű hírekkel kapcsolatban, amikor megint csak a negatív dolgok jönnek le. Hogy nincs egyensúlyban az, ami a közérzetet, a
jólétet biztosítaná, hanem nyom mindig le. Én nem tudom elképzelni azt, hogy egy híradót összeállítanak, és a híradónak a háromnegyed részébe csak olyan híreket tudnak oda varázsolni a világ különböző részéről, ami balesetekkel kapcsolatos, gyilkosságokkal kapcsolatos. Tehát nem szabadna, tehát védeni kellene az embereket. És akkor sokan elmondják, hogy ugye menekülnek ezelől, meg hogy nem is akarják ezeket az információkat befogadni, nem néznek televíziót, filmeket néznek inkább megmaradnak abba a saját kis intim közösségükbe, családba, ami biztonságot ad. Tehát ez nagyon fontos, hogy igen, tehát a gyerekeket is védeni kellene, meg saját magunkat is. Egy olyan furcsa helyzet állt elő ezzel az egész világon, hogy valaki más kontrollálja a viselkedésünket. Ilyen nem volt eddig. Tehát volt, aki szabadságban élt, volt, aki kevésbé szabadságban, volt, aki korlátozottabb körülmények között, de ilyen kemény, merev szabályokkal a világ még nem találkozott. És most ehhez kell alkalmazkodni, ehhez kellene egymásba kapaszkodni leginkább. És védeni a gyerekeket, meg saját magunkat is. Nagyon fontos azt tudni, hogy korosztálytól függetlenül, hogy egy gyerek mit tud erről az egészről. Mert mindenhonnan szedi össze az információt. Tehát akár az iskolából, mondjuk egy ilyen kiközösítés révén, akár az internetről, akár a televízióból, és a szülőnek pontosan kellene tudni kérdésekkel, tehát neki kellene előre menni, hogy megtudja azt, hogy mi az, amit fantáziál a gyerek erről a dologról, meg mi az, amit elbír a lelke, és mi az, amit ne. Tehát, hogy én, ha szülőként leülök a gyerekkel, és beszélgetek erről a dologról, akkor ne csak azt tudjam, hogy ő hol tart itt az információban, hanem én ismerjem a gyerekemet, hogy ő mennyit bír el ezekből az információkból. Most ugye ezt egy szülő meg tudja tenni, ahhoz saját magának kell jó lennie. Tehát ez a lelki egészségvédelem, vagy toppon-levés lelkileg, ez egy nagy meló, ez egy nagy munka mindannyiunk számára. Tehát én akkor tudok derűsebben állni a gyerekhez, meg a környezetemhez, és most csak a családról beszélek, hogyha én magam föl tudom magam tuningolni annyira, hogy ezt az úgynevezett, másképp úgy mondják, stresszkezelést, ezt képes legyek megtenni. Védjem magam ezektől. Köszönjük figyelmüket, önök a Bicskei Televízió hírmagazinját, a Bicskei Galériát látták. Találkozunk jövő héten, akkor is a szokásos időpontban a keddesti heti hírösszefoglaló után várjuk önöket. További szép estét, kellemes televíziózást, a viszontlátásra!